mára csillogó világvárossá vált fővárosunk. A műhelyek helyett üzletek sorakoznak egymás mellett, és kínálják a világmárkák tömegportékáit. A mellékutcákból lett sétáló utcákban, akár itt a Rádai utcában is egymást érik az éttermek, büfék, a világ gasztronómiai kínálatát bemutatva. Ebben a hatalmas forgatagban azonban van egy kis műhely. Ez a csapat a Pest-Budai Képzőművész és Népművészeti Közhasznú Egyesület. Ezzel nyitotta meg Fábián Bertalan gimnáziumi igazgató az Omás Budapest 150 kiállítást. A Pest-Budai Népművészek Egyesületének a tagjai különböző hagyományos technológiákkal készült használati és dísztárgyakat mutattak be a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben. Ebben a térben 26-an mutatkoznak be, legkülönbözőbb a nemezeléstől, a szalmafonóig, a bőrművestől, az ékszerkészítőig tagjaink. Szalma, gyékény, gyapjú, nemez, mézes kalács, kagyló, bőr, fa vagy éppen agyag. Ezekből a ma már ritkán használt alapanyagokból készültek a kiállítás tárgyai. Nagyon változik a világ, az egész világ azt sugallja, hogy te mit érdemelsz meg, ez csak ennyibe kerül. A míves munkának az értéke nagyon leértékelődött. Nem tudja egy mai fiatal, hogy egy eldobható kézitáska micsoda szennyezést okoz, ugyanakkor, hogyha 10-20 évig hord egy nemeztáskát, akkor azzal nem csak mindenki megállítja, hogy milyen gyönyörű, hanem azzal a természetet nem károsítja. A kiállított művek egy része hagyományos eszköz volt, amik a régi paraszti világban nyertek fontos funkciót, de voltak újraértelmezett tárgyak is, amik ma is tökéletesen alkalmazhatóak. Hadd beszéljek egy kicsit haza. Én szalmafonó vagyok. Mire használták régen a szalmát? Pörzsölték vele a disznót, kibélelték vele a vermet, ilyen dolgokra, esetleg szakajtót készítettek belőle. Én úgy gondoltam, hogy egy ékszer is elmegy a szalmából, és én ezt büszkén viselem, és bizony sok embernek megakad a szeme rajta. Hogy ne lehetne ezeket átültetni mai igényeknek megfelelően? Azokat a fiatalokat szeretnénk megszólítani, akik a pesti kultúrán, civilizáción nőnek föl, hogy csodálkozzanak egy kicsit rá arra, hogy ebben a világban is milyen gyönyörűségeket lehet alkotni hagyományos anyagokból, hagyományos módon. A városi élet és a modern kultúra pedig nem csak a hagyományos kézművességet veszélyezteti, de például a népi ünnepeket is. Azok a hagyományok, hogy mit is jelentett régen a locsolkodás, vagy a közös mézes kalácsütés karácsony előtt, ezek valóban kiveszőben vannak, és hát az iskoláknak lenne nagy feladatuk, hogy a piciket, az egészen kicsiket rászoktassák arra, hogy mi mindent jelent az, hogy egy ünnepet megünneplünk. A pedig kézművesség akkor nem maradhatott el egy kis közös alkotás sem, amiben minden résztvevő és alkotó beszállhatott. Meginvitáltuk a meghívott vendégeinket, hogy készítsünk egy olyan maradandó tárgyat, amiben mindenkinek a munkája, lelke, öröme benne van. Fölvetettünk 26 különböző színű szálat, ez a 26 résztvevő művészt jelképezi, és mindenki a saját anyagából egy 5-10 centi szalmát, fahérudat, vagy bőrszíjat, vesszőt, belefon, és ezt mi a következő kiállításunkon szeretnénk bemutatni, mint a közösségnek egy közös alkotását.